Gyertek te énekelni. Hullamosó leszek én, meglásd. Hullamosó leszek én, meglásd. Takácsi Péter mondta tegnap, hogy ha még csak rumz lenne, akkor egyet hívogatóbb lenne, de ez a melankólia, ez lehet, hogy egy kicsit ijesztő, de nem kell tőle megijedni, kellemes lesz. Beszélek egy kicsit erről a kísérletről, aminek nekiálltunk. Legfontosabb ismérve ennek az előadásnak az az, hogy egymástól elkülönült, magányos embereket nézünk párhuzamosan. És a néző, mint egy megfigyelő néz rá ezekre a létezésekre. Lett egy ilyen közös élményünk, vagy lett egy ilyen közös traumánk. És hát ez újra és újra azóta is megtörténik, hogy az ember bezáródik egy hétre, x időre, egyedül marad. De mégsem egy ilyen pandémia előadást szerettünk volna létrehozni. Nem is nagyon beszélnek benne emberek, főleg énekelnek és mozognak is léteznek. Ez egy ilyen alapszerkezet, egy ilyen nagy hömpölyre. Ez a nagy hömpöly. Csináljuk meg a partit szerintem, hogy egy kontrasztos részt is megmutassunk, hogy nem mindig így melankolikus a létezés. Nagy buli számra ugrunk. It's so obvious, it's so clear. Sokaknak van valamiféle átváltozása, ez egy fontos motívum az előadásban.